A kormány jövőre is biztosítja az infláció követő nyugdíjemelést, az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, és megvédi a nyugdíjasok számára különösen fontos rezsicsökkentett árakat, hangsúlyozta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az országgyűlés által július 7-én elfogadott 2024-es költségvetés kapcsán. Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, a jelenlegi világgazdasági helyzet az időseket veszélyezteti leginkább, ám a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormányra. A kormány a háborús időkben is megvédi a nyugdíjasokat. A 2024-es költségvetés garantálja, hogy a következő esztendőben is meg tudjuk védni a nyugdíjakat és a nyugdíjasok biztonságát. A háború, az elhibázott szankciók, az infláció, az áremelkedések a nyugdíjasokat veszélyeztetik az egyik leginkább. Mi azonban ebben az időszakban nem elveszünk a nyugdíjasoktól, mint ahogy ezt a baloldali kormányok tették, hanem igyekszünk még többet adni. Egy lejárt okmány is tönkretelti a nyaralást, olvasható a Csongrácsanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. Azt javasolják, hogy indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a legfontosabb irataink érvényességét, ilyen például a személyigazolvány, az Európai Egészségbiztosítási Kártya, az útlevél és a vezetői engedély. Arra is felhívták a figyelmet, ha lejárt okmányunkkal a nyaralás alatt szembesülünk, a vármegyek kormányablakaiban valamennyi okmány igénylésére lehetőség van.